Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 óra után 7 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem egészen jó a szignál, Csabi ugye még mindig szabadságon van, Dudás Ádám itt van, és vendégünk Hajdú Steve ma reggel. Jó reggel, Steve. Mindenki milyen friss, annak ellenére, hogy mindenki nagyon rosszul aludt. Nyomorultul néz ki a fejünk belülről. Mi, ezt mindenki csak maga látja, de elmeséltük, hogy mindenkinek nagyon hülye éjszakája volt. Steve, hát te azért óriási gratuláció már csak azért is, hogy hat előtt itt simán itt álltál, teljesen józanna, már hogy ébernek tud. Hát teljesen józanul. Meg eljátszom, ez a szakmám, hogy eljátszom. Hogy eljátszom a különböző feladatokat, és most azt a szeretem, hogy én korán kerül reggeli rádió műsor vezető vagyok, ami nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy nektek minden gratuláció, mert egy napot még csak-csak kibír az ember, de hogy egész évben a 7-5 napján ezt nyomni nagyon-nagyon nehéz. És mikor omlasz majd össze? Szerintem már most összeomlott, nekem már végem 10 óra 02-kor. Amikor így elhagyja a stúdiót, akkor így lecsuklik a feje. Elhagyja, hát kitoljuk, nem? Igen, vagy kirepülök innen. És örülsz, hogy mehetsz aludni, de hogy mehetsz, hiszen akkor vár a rengeteg temérdek feladat. Hát igen, még próbálunk a Magyar Attila barátommal. Jövő héten hétfőn lesz egy bemutatónk, az a címe, hogy Shakespeare Live, hashtag Shakespeare Live. Ezt a darabot mi írtuk, úgyhogy a Madách Színháznak a házi színpadán, a stúdió színpadon lesz majd. És nem is nyári előadás kis kinti szabadtéri? Nem. Van a Madách Színházban egy nagyon jó Shakespeare fesztivál. Nem akarok reggel 6 órakor ilyen kőkemény témákat bedobni. Nem, mert visszaalszanak a szegény hallgatók. De hogy engem érdekel. A Shakespeare-re. Hú, akkor még aludhatok. Akkor még biztos csak 4 óra van. Te, és egyébként este játszottál? Este nem játszottam, bár én azt mondtam a Pirosnak, hogy játszom, és majd aludni fogok a színpadon. Nem volt előadásom, de pont emiatt, hogy korán kell kerni, az a kihívás volt bennem, hogy na meddig bírom feszíteni a húrt, úgyhogy szerintem éjfél előtt biztos, hogy nem aludtam el. Nehéz. Hát akkor az az óránkénti felébredéses éjszaka, ráadásul így éjfél után nem aludtál sokat. Akkor itt van három rottyon lévő ember, akik a legjobb formájukat hozzák ma. Viszont van 3 perc 49 másodpercet, hogy egy kicsit szundíts, jó? Jó. Sláger reggel. 7:45 előtt járunk 2 perccel. Ilyenkor még azért olyan nagyon nagy forgalomra nem kell számítani a városban, de elképzelhető, hogy fennakadások, torlódások már alakultak ki, ez pedig a helikopterről tökéletesen látszik. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Hát dehogy nem kell számítani, kedves piros és kedves autósok, méghozzá azért, mert a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljáron meglepetésszerűen hol a jobb, hol a baloldali sávot zárják le, és ez az 50 méteres lezárás elég arra, hogy az M1-M7 befelé vezető forgalmát megfogja. Már most korán reggel. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Ez, ami még fontos, hallgatóinktól is kérjük az információkat. Mindenkit megfog a Budaörsi út, ugye everybody? Hogy tud összekötni, gyönyörű, vagy átkötés? Gyönyörű, hallgatók még nem tudják, hogy miért. Backstreet Boys és az Everybody, ezzel folytatjuk majd. Megint csak lesz időd egy picit még szundítani, de egyébként eláruljuk a hallgatóknak, hogy mi itt végig dumáljuk a zenéket. Tehát most jön az, hogy így, jaj, tök jó, hogy hát mi nem tudom, szerintem mi kb. 10 éve találkoztunk hát utoljára. Akkor. Úgyhogy 10 éve, 4 hónapja, 2 napja és 3 órája. És 3 órája, de kiszámolja, Piros. Na ez az. Szóval folytatjuk már is a Backstreet Boys-szel és az Everybody-val. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 9 perccel járunk 7 előtt Dudás Ádámmal. Hajdú Steve a mai vendég, társműsorvezetőnk. Szia Steve! Hello, még egyszer! Jó reggelt, jó reggelt! És Ádám ilyenkor szokott a nagyvilágból színes híreket hozni, úgyhogy már is hallgatjuk. Mi a nagy újság ma? Ez a nagy újság. Lapszemle a Riposzt támogatásával.
Bambi, hívjuk így azt a kis őzikét, aki minden nap meglátogatja azt az amerikai családot, akinek hatalmas medencéje van, és úszik egy jó nagyot, hogy lehűtse magát. De mindezt miért teszi? Mert gondolhatnánk, hogy klóros a víz, és ezért nem megy be. Nem klóros, ugyanis a tulajdonos csak sót használ fertőtlenítésre. Magyarul a kis őzike jót, hát wellnessezik ott. És nagyon szereti, ha jól tudom, a fuvókákat, úgyhogy körbe-körbe úszkál a medencében, és élvezi, hogy megcsappantja őt a víznek az áramlata. Igen, hát azért mondom, hogy wellness, nem? Igen. Ez egyfajta ilyen jacuzzi. Annak a hangi részletét be tudjuk adni, amikor már Bambi kifele mászik a medencéből. Madácsi csergés. Itt volt. Jaj, de. Ez egy kis csobbanás. De lehet hallani a csobbanásból, hogy ő egy párosújú patás. Tehát, hogy úgy van a víz, tehát, hogy én kis szerencsétlenül próbál kikecmeregni. Jaj, de aranyos. És azt egyébként azért nem csinálnak semmit, ha jól tudom, a tulajdonosok, mert hogy még most pici ő átfér a kerítésen, de tudják, hogy néhány hét, és már hiába próbálja magát átfréselni a kerítésen, nem fog neki sikerülni. Átugrik, nem? Átugrik, vagy hogyha szomszéd a vadász, akkor nem lesz jó dolga. Ti nem vagytok ilyen vadász fanok egyébként? Hát nem, én legalább. Én se. Azt hittem, hogy ide jövök, és akkor reggel kőkemény vadásszal találkozom, aki azt az fogja mondani. Az egy másik rádió. Összekeverted, akkor a Népligethez kellett volna menni. Igen. Ő lelőtte volna, biztos. Lehet biztos, hogy nem csak úgy ukmukfuk, de... De hogyha milyen kilövési engedélyt kapott volna rá, akkor le lehet. Meg még előtte egy kis közlekedési balesetet is csinálva. Egyébként pedig szerintem ez az amerikai család még szerencsés, mert hogy máshol aligátorok másznak be a családi kedvenc medencébe, igen, tehát ők még tök jól járnak. Kell menni Floridába, ilyet is láttunk már. Voltam ott egyszer Floridába, és nekem szenvedélyem a golfozás, képzeljétek el, és nem egyszer volt olyan, kétszer volt pontosan, hogy mondták, hogy ne menjünk arra a fairway felé, hogy vigyázzuk, hogy a labdát ne nagyon arra a mocsaras részre üssük, mert bármikor előfordulhat, hogy aligátorok kijönnek, és láttunk is ki. Aligátor. Te Münchhausen báró, te! Tényleg, az egyik itt van fenn a pólómon. Elhoztad emlékbe. Igen. Na jó. Fél hét lesz 6 perc múlva, és már is folytatjuk az Ultranatéval. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Ez a Sláger reggel. Fél hét előtt járunk 2 perccel, Ádám pedig nem sokára újabb híreket hoz. Ürgeri elitéről is hallhatunk majd a következő percekben, de előbb természetesen a nagyvilág fontos hírei és sporthírek. Ezzel jelentkezik mindjárt Tudás Ádám. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 3:45 lesz 5 perc múlva, és jó reggelt kívánunk a Sláger reggel hallgatóinak. Vendégműsorvezetőnk Hajdú Steve. Jó reggelt. Ádám pedig már is folytatja a világ nagy híreit, kis híreit. Apassági, sőt ez egy nagy hír, egy apassági ügy kellős közepébe fogunk most csöppenni, mert képzeljétek, hogy egy madridi bíró egy apassági per kapcsán úgy döntött, hogy exhumálni kell Salvador Dali holttestét. Ugyanis egy most 60-as éveiben járó hölgy azt állítja, hogy ő Dali lánya, méghozzá a festőnek egy szobalánnyal folytatott 1955-ös titkos viszonyából született, méghozzá akkor, amikor egyébként Dali a feleségével és egyben múzsájával élt együtt. Hát akkor ebbe belefért az, hogy a szobalánnyal is. Egyébként tudod, ez úgy van, még akkor fiatal ember lehetett a Dali, hogy amikor a barátnője mondjuk a Dalinak terhes lesz, vagy a múzsája, akkor a Dali körül minden megváltozik. Tehát megváltozik a telefonszáma, a lakcíme, a postai irányítószám, minden megváltozik a férfi életébe ilyenkor. Csak lecserélte az asszonyt? Szerintem nem cserélte le. Én azt gondolom, hogy ez ilyen vadasba, ahogy szokott... Vadasban élt a szobalánnyal, és akkor hát megtörtént az eset, de szerintem a szobalány is szerette volna, hogy legyen egy utód. Az elképzelhető, engem az izgat a mai történetben, hogy ez a nő 60 éves kor, tehát hogy eddig várt, és állítólag az anyja ezt így többször kijelentette, hogy miért várt eddig? Tehát hogy lehetett bizonytalanságban eltölteni ilyen hosszú időt? Úgyhogy biztos, amikor 10 évesen mondta neki, hogy Dali az édesapád, akkor na, akkor rajzolok egy órát. Hát nekem egy ilyen kerek óra lett, nem sikerült elfolytott, hogy elfolyik az óra, akkor biztos nem én vagyok Dali apja. Ez elképzelhető, de egyébként ő maga pedig azt nyilatkozta, hogy neki már csak a bajusz hiányzik. De ki tudja, egy spanyol nőről van szó. Igen. 60 évesen, lehet, hogy 70-ben már előjön, nem? Még 10 évet vár, és mindenki azt mondja, igen, pödörgesse csak tényleg maga. Tiszta Dali. Ti nem képzeltétek el soha, hogy valaki más a
édesapát például, vagy az édesanyád? Hát nem. Nem? Nem. Én nekem volt, nem az, hogy képzeltem, nekem volt egy ilyen, mindig kérdeztem apámékat, hogy vajon én ilyen adoptált gyerek vagyok-e, és akkor a szüleim... Annyira kilóksz? Aha, a szüleim mondták, hogy hát sajnos az vagyok, adoptált gyerek, de 2 hét múlva hazahoztak. Tehát, hogy örökbe próbáltak adni valakinek, de nem tudják, hogy jó. A szülők. És szülő neveket nem nyomtak be? Nem próbálták. Az ismeretségi körből tudod, tehát a Jóska Pista. Egyébként én falun éltem nagyon sokáig, és ott azért előfordult a 70-es, 80-as években is, hogy mondjuk, hogy egy családban volt egy szőke asszony, egy szőke férfi valaki, mondjuk a férfi alacsonyabb volt, az egyik gyerek a 3-4 közül magas, barna göndörhajú volt. Opa. Bizony, több ezt, ilyen van. Ezt postásnak hívják az Alföldön, nem, és teljes embernek Londonban. Igen, lehet, hogy... Na jó, a genetikát most szerintem hagyjuk, és folytatjuk a Herrel, Ager Life. Sláger reggel. 6:45 pontban folytatjuk már is. Dudás Ádám újabb friss hírt hozott a nagyvilágból. Nem megyünk messzire, Tihanyig megyünk, ugyanis bekamerázták a Tihanyi belső tó partján élő ürgék lakhelyét. Van mit nézni, hiszen az élénk és veszélyekkel teli mindennapjaik azért megfigyelhetők, és hát ott azért nem unalmas az élet, ugye? Egyébként se. De miért van erre szükség? Erre teszem fel a kérdést újra meg újra. Miért, hogyha már ürgének se születhetek újra? Tehát, hogyha én most arra vágyom, hogy újra születnék, mint ürge, akkor belennék kamerázott a Tihanyi belső tónál. Akkor nem el tudnám. Kell, hogy költöz, ennyi. Csak pár száz méterrel arrébb költözöl, és már is nem követik kamerák minden lépésedet. De én, mint ürge, nem tudom, hogy nekem el kell költöznem, hanem próbálok a kis pofazacskommal, mogyoróval visszatérni, és egyszer csak egy ilyen kis kamera, vagy web, hogy hívják ezt, a webkamera. Belenézel konkrétan. Belenézek, úristen, mi van ezt a számba, hogy mit eszek. Tehát, hogy már ürgének se lehet nyugodtnak lenni. És megpróbálnál beleharapni, és kiderül, hogy ez egy webkamera. Én, hogy őszinte legyek, a másik oldalról nézem, mert hogy mi pont tavaly jártunk itt a belső tónál, elvittük a nagybátyámmal közösen Zalánt, a fiamat horgászni, és tele volt ürgékkel, és nagyon sokan más se csinálnak ott hosszú órák hosszat, hogy hason kúsznak a fűben és leszik az ürgéket, és fényképeznek. Persze telefonnal azért elég nyomvadékképeket lehet készíteni, de azért van, aki jobban felkészült, és különböző telével érkezik, objektívvel. Nagyon cukik. Tudok mutatni nektek ürgeképeket. Mutasd majd ürgeképeket, de egyébként ez olyan lesz, mint a való világ, tehát ugye el is nevezik majd őket, hogy ürge Alekosz, meg ürge kis mocsok, vagy ilyesmi lesz. És tényleg, hogy lehet buzdítani őket, hogy van egy kicsit agresszívabb, ilyen kis ürge van, aki tud helikopterezni a kis farkával. Már hogy a tehát nem tudott a... Miért hogy... rám nézel, a pirosra nézel? Mert nem merek, mikor ilyet mondok. Hát hogy nézzék a pirosra? Én mellettük szocializálódott. Erről pont már volt téma. Ja, tényleg. Persze, igen. Lehet a helikopterezés kisfarokkal, ja. Simán. Igen, csak egy kicsit fájdalmas. Vagy nem olyan látványos. Hát kisfarokkal nem látványos. Nagyon jobb. Bár lehet egy ürgének is nagy farka, nem? Hát olyan, én na, nem most tudom. Viszont megkezdünk. Megtaláltam. Nem tudom, hogy mekkora lehet. Én úgy képzelem, hogy ez. Ezen minden látszik, csak a farka nem. Azt én tudom, hogy az egy ürge. Igen, úgy van, hogy ketten tényleg vannak együtt. Én a gyepet látom rajta konkrétan. Jó, én mondtam, telefonnál nem olyan jó. A helikopterezés nem látszik. De hát a tanú óta tudjuk, hogy az a gát legnagyobb ellensége az ürge. Emlékeztek? Ha látod? Igen. Már ők is mentek az ürgék ellen. Ez még akkor a kamera istenes. Jó, egyébként. És mi lesz a következő lépés? Szarvasbogarakat fogunk majd bekamerázni? Nem, nézd csak, ott van. Mi vagyunk. Nem szarvasbogár. És már is folytatjuk az Absolutely Everybody-val, Vanessa Amorózival, miután elmondtam, hogy most lehet jelentkezni a gyerekjátékra. Úgyhogy hívjanak, vagy írjanak. Van még egy csomó tantárgyunk, magyar, töri, föci, ének. Ezekből lehet még választani. Szóval 0630 30 30 103. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 6 óra... 6? Nem, 7 óra előtt. Igen néhány perccel. Igen, 6:56 pontosan. Pontos időjelzést adok, 6:56. És gyerekjátékkal folytatjuk. Papino van a vonalban. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Szia, Papino! Szia! Te most vezetsz, jól tudom? Vagy... Én most igen, jó reggelt, éppen vezetek, igen. Nem autót, hanem egy kicsit nagyobb járgányt. Hát egy kicsit nagyobbat, igen. És mi? Ne faggassunk, hogy milyen vonalon? Vagy mit? Nem, ez egy autóbusz. Ó, apukám is buszsofőr volt. Na. Tényleg. Hogy?
akkor ezek szerint kollega. Hát mondhatjuk így is, de nem akartam ilyen személyes lenni. Te milyen útvonalon viszed az utasokat? Én a Budapest Népligetből a Délegyházára. Ó, strandra? Távolsági. Tessék? A strandra mentek? Hát, bár oda mennék, de sajnos nem. Nem tudsz megállni menet közben már, hogy nincs olyan annyi pihenőidő, hogy volt akkor közben két fuvar között, vagy két menet között. Na jó. Kifekszem jó egy kicsit. Lenne. Van olyan utas, aki már nincsen fürdőruha semmi, hogy úgy megy Délegyházára, vagy már az megszűntött, hogy nudista strand? Nem, az van még, az meg van. Ezt úgy kérdezett azért... Steve, mintha nem tudnád. Így van, pedig tudom. Jó, figyelj csak, Papino, már is folytatjuk a gyerekjátékkal, jó? Igen. Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték. Van nekünk még négy tantárgyunk. A föci, a magyar, a töri és az ének, és mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha énekelnél, mert hogy Steve gitárt is hozott magával, úgyhogy remélem, hogy ezt választod. Énekeljünk. Jaj, de jó! Jó. Hallod a gitárt? Hallatszik? Várjából lehúzom a zenét. Köszönjük. És mit énekeljünk? Hát egy blues, egy buszsofőrhöz a blues, mivel mindig az úton van, az illik, nem? Teljesen. Pocsolyába léptél már? Léptem. És sáros lett az új cipőd? Igen. Akkor három és pocsolyába léptem. Sáros lett az új cipőd. Nagyon jó vagy. Pocsolyába léptem. Új cipőm, gyerünk, te jössz, Papiló. Éjjön. Aha. Hiába kezdtem, elhagyott a nő. Nagyon jó vagy, még egyszer most egy az egész utolsó ezt. Mondtam neki, baby, hogy fényesebbre kell félje. Gyerünk, Papiló. Tegyed vissza kettesbe, mondtam neki, baby. Jó vagy, bátrabban. Igen. Elhagyott. Nagyon jó vagy, egy szólóval fogjuk. Dudálj egyet a buszon most, kérlek. Hát, te kérlek szépen, ezzel olyan rossz buszom van, hogy inkább nem tenni. Akkor szálljál. Na jó, megvan. Kettes, megvan. Igen, a kettes konkrétan. Na, a kettes, megmondom, hogy mit ér. Egy ajándékkupon a Freshnaf áruházak jóvoltából, és a kettes akkor két darab belépő Nyári Károly koncertjére az Operában című előadásra, július 7-ére. Gratula! Bravo, Papiló! Köszönjük szépen, de hogyha kettes kaptam, énekből ezt tisztetszik is. Nem, ötös lett. Ez vicc volt. A csillagos ötös, nagyon jó. Nem eredeti teljesen kiteljesedni, mert azért sokan vannak a buszon. Jó. Mennyire jól indult volna a napjuk egy telitorokból éneklő buszsofőrrel. Sőt, ha megmondod, hogy a Steve adja a zenét mellé. Ez az. Igen. Köszönjük szépen, jó utat neked! Szia, Papiló, szia! Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra után 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát nagyon jó a hangulat a stúdióban. Hajdú Steve a vendégműsorvezetőnk, és itt vagyunk Dudás Ádámmal. És Vágó Pirossal. Yes. Nekem volt szignálom, úgyhogy azért nem gondoltam. Csabi pedig Szabin van, akkor most már legyen komplett a felsorolás. Viszont képzeljétek el, a hétvégén, illetve visszanyúlik még egy kicsit korábbra a történet, amit mesélni szeretnék. Én nagyon féltettem Zalánt attól, hogy ne egyen sok cukrot. Nagyon sokáig, amíg lehetett, nem adtam neki csokit. Aztán persze, amikor közösségbe kerül, meg ugye kap innen, onnan, akkor egy idő után már nem tudod ezt húzni. Minden esetre azt mondtam neki annó, hogy hát ha sok cukrot meg édességet eszik, akkor majd ki fog hullani a foga. Meg különben is nem szeretném, ha kövérgyet. De is ki fog hullani a foga. De azért nem mindegy, hogy előtte mondjuk már két évig komplett fekete az egész fogsora, úgyhogy nem volt cukros üdítő a cumiba sem, meg semmi ilyesmi. Na hát aztán ennek folyamányaképpen a gyerek most, ha édességet lát, most például pont a hétvégén volt egy eklatáns példa erre, megkínálták palacsintával, úgyhogy kispofám úgy tömte magába, szinte nem is rágott, csak így habzsolta a palacsintát, mint egy háborús árva, aki attól fél, hogy mindjárt elveszik de tőle a palacsintát. Mit gondolhatta? Nem, hogy ez a vágópiros nem ad enni a gyereknek. Ja, körülbelül igen, de csak ha édességről van szó, mert minden mást úgy kell tudni, Zalán, egyél már, légy szíves, ne kotorázd a tételt ide-oda a tányéron.
Nektek volt egyébként olyan, amivel így belengedtetek, vagy hát belengedtek nektek a szüleitek? Nekem édesapám nagy humorú ember, úgyhogy nagyon sokszor volt, emlékszem ilyenre. Ja, igen, gyerek, egyrészt, hogy adottál gyerek vagyok. De emlékszem, hogy mindig kérdeztem apámat, ilyen frissen borotvált ember volt, mert kevés szőre volt, tőle örököltem, és mindig kérdeztem, hogy apu, neked miért nincs bajuszod? Mert halál komolyan annyit mondott, azért, mert nekem befelelő nő és lerágom. És elhittem. És vártad kamaszként a befelelő szőrszálakat, mi? Kicsit próbáltam volna rágni, és apának még egyébként göndörhaja volt, és kérdeztem, hogy neked miért göndör a hajad, nekem pedig nem. Zárójelben, mert adoptált gyerek, vagy fogadott gyerek vagyok. Anyám fogadott az apám, ahogy hülye leszek, és apám nyer. De nem azért, hanem apám tényleg göndörhajú ember, és mondom, apu, miért göndör a te hajad, az enyém meg nem? Azt mondja apám, hogy azért, mert amikor ő kicsi volt, akkor neki szaladt a boltnak ennek a redőnyére, tudod, ami ilyen hullámos volt, és attól lett hullámos a haja. Te, és ezt is bevette? Bevettem, neki is szaladtam. Hiszen, de Steve, egyenes a haja. Ez az, többet kellett volna oda rohannom. Állandóan nem küldtek el eleget kenyérért. Igen, mikor zárva volt a bolt. Akkor ezek szerint ezért rohansz a falnak sokszor. Igen. De szeretnénk azért a hallgatóinkat is megkérdezni, hogy mit szoktak lódítani a gyereknek, hogyha azt szeretné, hogy megtegyen valamit, vagy hogy ne tegyen meg valamit, mit kamuzik, hogyha le akarják beszélni a gyereket valamiről. Úgyhogy a szülői praktikákra vagyunk kíváncsiak, írjanak 0630 30 30 103, és ami a legfontosabb, a legjobbakat Steve, ugye már hallhattuk a gitárját, meg Steve-et. Bezony. Megzenésíti Hajdú Steve. Jaj, de jó! Készüljünk így, és várjuk már is a hallgatói tippeket, javaslatokat. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 4:08 után 2 perccel itt vagyunk Steve-vel, Ádámmal a stúdióban. Jó reggelt kívánunk. Évi pedig azt írta, köszi ezt a számot, hands up. 36 éves fejjel itt ugrálok kora reggel. Nem, mi is majdnem. 36-ok vagyunk. Igen. És ugye az volt a témánk, azt kérdeztük a hallgatónktól, hogy ki mit kamuzzik, vagy mit lódít a gyerekének, hogyha azt szeretné, hogy megtegyen valamit, vagy hogy éppen ellenkezőleg le akarja mondjuk valamiről beszélni a gyereket. Úgyhogy várjuk a szülői praktikákat, a legjobbakat Steve megzenésíti. Emi már írt is, a kisfiam valamiért fél a hajmosástól, de ha búvár szemüveget adok rá, és azt mondom, hogy bekenem a haját, hogy könnyebben merüljön le a kincsekért a kád aljára, akkor vigyorogva bukik le 10 percen keresztül. Jaj, de jó, ez nagyon aranyos. Cuki, aranyos. Ez a hajmosás kérdés a gyerekeknél eleve nehéz, igen. Nem? Én nem tudom, én mikor gyerek voltam, akkor írtóztam minden, ami a hajammal kapcsolatos volt. Nem, szerintem lelkembe Beatles voltam, tehát az egyik, én voltam az 5. Beatle, mert gyűlöltem, hogyha a hajamhoz hozzányúlnak, mossák, vágják, masszírozzák. Hiszen próbáltad göndöríteni a nekiszaladását, de úgyse jött össze neked. A haj egy lehet ilyen, egy ilyen fétisem van. Igen. Igen, ezt úgy is hívják meg, hogy itt mondtad az előbb a szünetben, hogy hajideged is van. Hajideg. Igen, a pirosnak próbáltam bebizonyítani, hogy a lányoknak nem alakult ki ez az evolúció folyamán, az úgynevezett hajideg. Tehát, hogyha fodrászhoz vittek, a fiúkat mindig írtóztak, hogy jaj, ne vágják le a hajunkat. Hajideg. Igen, hála Istennek ezt a részt én nem ismerem. Viszont Zsidró Tamás itt van a vonalban, gyerekkel bőven rendelkezik. Szia, jó reggelt! Sziasztok, hello! Tamás, szia, jó reggelt! Hello. Mesélj, légy szíves, hogy nálatok mi a helyzet, hol jön elő a szülői kamuzás, vagy jött elő? Hát megmondom őszintén, most én ahogy ma eséltétek ezt a haj dolgot, hát ugye egy fodrásznak az életében a legnagyobb trauma, amikor behozzák a kis édes aranyos kisgyereket, igen, a gyereküket hajat vágatni, ugye. És rengeteg technikánk alakult ki arra, ez egy nagyon ügyes dolgok, hát hogy lehet a... Meg a köszönzés. Éppen őrjöngő gyereknek a haját levágni. Képzeljétek el, hogy volt egy kolléganőm, az zseniálisan csinálta, mindig megkérdezte, hogy van-e valamilyen állat a család tulajdonában. Hát mondták, hogy persze van kutya, meg van macska, és amikor a gyerek éppen a taknya nyála összefolyt a sírástól, ugye, hogy hajvágás közben, és már nem bírt vele, akkor elnyávogta magát hangosan az üzletbe, képzeljétek el, és abba a pillanatban a gyerek hirtelen megállt egy pillanatra, nem sok pillanatra, de addig a mondjuk a negyed haját le tudta vágni. És utána, ez egy idő után az egész üzlet
beterjedt, úgyhogy amikor hangos ugatásokat hallottuk, akkor tudtuk, hogy valaki vágja egy gyereknek a haját. milyen ciki, hogyha azt mondja, hogy hát igen, vannak díszhalai, meg teknős. Egyébként egy ilyen videó megosztón láttam egy gyerekekre a szakosodott cégnél, azt csinálták, hogy képzeljétek el, beültették az anyukát meg a gyereket a székbe, és egyszer csak a háttérből előlépett egy ilyen királylány. Na. Teljesen beöltözve, és a kisgyerek annyira meg volt így illetődve a dologtól, hogy egyáltalán még sírni is elfelejtett. Tehát, hogy rengeteg ilyen technika van, és hát ez természetesen alkalmaz. Na, hát ha már sírni is elfelejtenek, akkor ott már gyámúgy jön. Szerintem fel kéne venni egy állandóra egy Mikulás, mert milyen meglepő lenne mondjuk június 29-én besétál a Mikulás. Na, ott aztán tátva marad a száj. Szokállatvágé. Hát olyan persze, hát olyan nagyjából szokott lenni, mert mi Mikulás sapkába szoktunk dolgozni. Na, de beletrafáltam. Tamás. Igen, ilyen csippendéles fiúkkal kell. Hogy mi van ott ember? Egy másik reggelbe hívunk majd emiatt, jó? Köszönjük szépen! Szia Tamás! Szia! Azért nem lehet egyszerű fodrásznak sem lenni, gyerekfodrásznak, meg pláne. A repülőkkel folytatjuk már is. Holiday Rap, lehet együtt énekelni. Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk a Sláger FM hallgatóinak. 5 perc múlva 7:30. Nagyon jókat szórakozunk a szülői kamu dumákon. Judit írja nekünk. Nekem egy csomó vadgesztenyét kellett simogatnom, hogy majd így megszelidül, és meg lehet sütni. Az ilyen tisztóság. Szerencsétlen gyerek kosárszámra gyűrt, így anya, nézd, mennyi gesztenyét hoztam, simogassuk. Neked is jött, Steve, amit meg is zenésítettél. Igen, Balázs írt egy ilyet, hogy porcivózzák a játszóteret, ha apának nincs kedve lemennie, de én ezt megzenésítettem a tankcsapda számára. Hallatszik a gitár? Szóval nagyon jól, igen. Hosszú a bevezető, ezt még dumába kitöltöm. Ez az intro. Balázs. Porcivózzák a játszóteret, ha apának nincs kedve lemenni, bármennyire akarom. És ettől olyan rosszul érzem magam, hogy egész nap a köldököm körül a bőrt vakarom. Ha nem hiszed el, hogy a játszótér ajándék, nézd meg jobban, hogy játsznak apádék. Ha nem hiszed el, hogy a porszívózák a játszóteret, hiába úszol, ott maradsz és tovább tekered. Ó, jaj. Gratulálunk, bocs, egy sláger ajándékcsomag. Rozállal folytatom. Én varrógéppel vartam, a lábpedál pedig az asztal alatt volt. Az unokáim elhitték, hogy csak akkor indul, ha ők mondják. Jaj, de szép. Továbbra is keressük azokat a mondatokat, amikkel a szülők etették a gyereküket, hogy csináljon vagy ne csináljon valamit. 06 30 30 30 103. Ez a Sláger reggel. 7 óra 40 perc van, jó reggelt kívánunk, 3:48 előtt járunk nem sokkal. Hajdú Steve-vel, Dudás Ádámmal a stúdióban és a kamu, szülői kamuzásokkal, ez az órai témánk. Ádám, mesélj, mit találtál az SMS-ban? Én elültettem a fiam cumiát, hogy nőjön cumifa. Másnapra kinőtt és gumicukrot termet, írja Judit. Jó, nagyon jó. Azt a mindenit. Mert a cumifára én más gondoltam, nem minden. Ádám! Bocsánat. Viszont itt van velünk dr. Cecz Fruzsina, pszichológus, aki már is elmondja nekünk, hogy jó ez tulajdonképpen, hogy mi szülőként adott esetben hülyeségeket tolunk a gyereknek. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hát hogy jó-e, azt nem tudom, igazából sok szándékunk lehet vele. Egyrészt az, hogy így kényelmesebbé tegyük a saját életünket, ami azért néha nem jön be, mert pont egy ilyen példát láttam nemrég, úgyhogy... Na, mi az? Milyen jó, példa? Jó a téma, igen. A boltban ki volt, ugye a pénztárnál ki van téve rengeteg csoki, meg cukorka, nyilván a legjobb helyen, és akkor anyuka kisfiával ment, és mondta, hogy ezek a csokik nem eladók. Tehát egy nagyon szép próbálkozás volt, de gondolom az a szándéka, hogy akkor ezt nem fogja kérni a gyerek.
De ezzel igazából csak még nagyobb lett a cirkusz, és még hangosabban üvöltött szegény gyerek. Tehát lehet, hogy néha így a saját szabdánkba is bele sétálunk, úgyhogy óvatosan kell ezeket a füllentéseket kezelni. Mi volt a legdurvább, amivel találkoztál a pályafutásod alatt? Ja, hát ilyenekkel nem szoktak hozzám fordulni, ezt így a való életben látom. Ami ilyen klasszikus, meg gyűjtögetnél is ilyen, hát, hogy pont a cikkemet is láttátok, csináltam egy ilyen szép gyűjteményt erről, hogy a, nem tudom, ebben az étteremben nem árulnak édességet, meg a játszótér zárva van, meg hasonló. Ez a klasszikus, igen. Az van írva, hogy minden gyereknek föl kell venni a kabátját. Tehát, hogy vannak ilyen... Aha, meg a kutya nem jó lakásba, igen, igen, tudom. Igen, hát sajnos nem. Igen, ebben letettek engem is. Igen, tehát hogy pont van ennek egy ilyen része is, hogy ez egy ilyen generációkon átívelő csodák, amiket a gyerekek mindig bevesznek, ez a répától fütyülni fog. Azaz. Egyébként a csirke hús, de közben egyébként vaddisznó. Nem, nem fütyülünk a répától? Én egyébként azóta tudok fütyülni, nézd! Na. Ugye? Akkor rengeteg zöldséget ehhez. Egy csomó minden megmaradt felnőtt korra ezek szerint. Igen, tehát ezeket valahogy mindenki így neveli a gyerekét, és ezek sosem szűnnek meg. Én azt gondolom, hogy én például azért lettem színész, mert nem csak kamusztak nekem, hanem én nagyon-nagyon sokat kamusztam. Gondold el, hogy a mai napig kamuzok, hiszen előre megírt szöveget adok elő úgy, mintha én mondanám, vagy abban a pillanatban találom meg. Úgyhogy szerintem ez fontos a jelenfejlődésbe. Mert utána házas ember lesz a fiúból, és hát ott azért és sokat kell kamuzni. És folytatja a kamukérót. Gyakorolni kell, igen. Igen, na, az egész témánk meg van magyarázva, nem? Tehát, hogy miért kell kamuzni gyerekkorban? Hát ez nevelés, ez a nevelés, az életre nevelés. Ez olyan tudományos, mint a haideg. Fruzsina, köszönjük szépen, itt ülök, most mondd meg két kamuzó pasival. Sok sikert. Jó, az egyik még nem nős, de hát... Ah, de kamuzni tud. Ez az. Köszönjük szépen, szép napot. Köszönjük, szia. És meg is lesz. És a hallgatóinkat továbbra is bíztatjuk, hogy írják meg, a szülők mivel etették önöket, önök mivel etetik a gyereket, milyen kamu szöveggel, ha valamit szeretnének elérni. 0630 30 30 103, Steve pedig a legjobbakat megzenésíti. Sláger reggel. 3:48 múlt egy perccel, jó reggelt kívánunk Steve-vel, Ádámmal, folytatjuk a témánkat, szülők kamu dumái. Elvira írta, észrevettük, hogy a fiam fél az egyik utcabélitől, aki mindig nagy kabátokban járt. Onnantól, ha rossz volt, mondtuk neki, hagyja abba, különben elviszi a kabátos Jóska. Jó, ez már mint a nagyon, igen. Nem, hát mit szokott tenni? Nekem a nagymamám részfaszú bagolyt mondott mindig. Bocsánat, hogy kimondtam, hogy bagoly. Semmi gond, a kiskorúaktól egy lenne. Utólag is semmi baj, semmi baj. Én Orsi SMS-ét olvasom, nagykörösön befelé háromlábú. Köszönjük már nagykörösi. Ez a bagolyhoz kapcsolódik. Mert úgy képzelem el a háromlábút mindig, hogy... Azt a bagyot? Háromlábúnak képzeled? Igen. És az egyik lába részből van. Na, azt mondja, hogy viszont zenésítünk, mert ezt ígértük. Kaptam egy ilyet, hogy kelkáposztától göndör lesz a haja. Megzenésítettem. Igen, nagyon göndör lesz. Kelkáposztától göndör lesz a hajam, kenyerem alatt mindig ott van a vajam. Kamuszni a gyereknek szerintem tilos, ezt üzeni a vágó piros. Jó. Steve, ha ezt csinálod 3:48-kor, mi lesz itt később? Te jó ég. Durvul a buli. Viszont annyira durvul, hogy már Forma 1-es jegyeket is adunk. Teljesen elment az eszünk, úgyhogy várjuk a hallgatóink jelentkezését, mindazokét, akik szeretnének nyerni. Nyilván boldog-boldogtalan jelentkezik a 30-20-ra, de tenni is kell valamit. Még hozzá egyszerűen csak blattolni, ami eszükbe jut elsőre. Ha nem tudják, mit jelent a fiatalok által használt szó, kamuzzanak. 0630 30 30 103, és ez most nem kamuduma volt. Ez a Sláger reggel. 4:08 előtt Hajdú Steve-vel, Dudás Ádámmal pedig a 30 plusz játékban Tamást fogjuk faggatni. Jó reggelt, szia! Bát Morgan Freeman, sziasztok, ciao. Hú, de jó fejét valaki! Hú, mikor keltél, vagy hány kávét ittál? Én még csak egyen vagyok túl. Hú, mi lesz itt kettő után? De valószínűleg annyira örülsz a lehetőségnek, hogy a 30 pluszos játékunkba bekerültél, hogy ettől ez a nagy fergeteges lendület. Így van, meg a korai munkakezdés. Na, már dolgozol?
Hát én most fogunk velem, kim vagyunk Ungerszone kiállításon. Aha. Milyen kiállítás? Horgász kiállítás. Oh. Horgász kiállítás. Fehova? Nem. Ez egy brit cég, az Agility alkotja őket meg, ez egy nagy világkiállítás. Aha. Mindegy, én le akartam cserélni a nyereményeteket egy horgász kiállításos belépőre. Nem egészen őszinte azért Tamás nevetése, én úgy hallom. Igen. Gondolom, hogy ismered a játékunkat. Igen. A kamukéró játék 30+, mi mondunk valamit, te pedig hasalsz rá valamit. Nem tudod feltétlenül, hogy mit jelent, nem baj, akkor is mondj valamit, jó? Jó. Rendben, indulunk. Oké. Vágja, hogy mit fokerál a gyereke? Önvágja, hogy mit fokerál a gyereke? A körlökje 30+, ismerkedés az Y-generáció dumáival. Tamás, szerinted mit csinálnak a gyerekek, ha azt mondják hol? Tök jó, hol tudtam csinálni, igen? Cool, az teljes, jó, épp, nagyon nem jó. Nem cool, cool. Hol, úgy írják, hogy haul, hol. Hol? Na? Steve, vidéki tájszóval alkotja meg például ezt az elemet, hogy haul, hol. Igen, jó fele kapusgálsz. Akár ez is lehet, mert mindjárt. Egy taps már dukál neked. Egyébként a tök jó holt tudtam csinálni, annyi mindent vettem, azt akkor mondják, amikor nagy bevásárlást csináltak, és sok zsákmánnyal lettek gazdagabbak. Nyilván kellett hozzá valami szél is. Mármint, hogy nem északi. Ipari mennyiséget halmoztak föl bizonyos termékekből. Így már elfogadjuk. Na most ezért adunk neked két fő részére szóló háromnapos Forma 1 bérletet, a Száguldo cirkusz hazai futamára a Hungaroringre. Bravo! Már ezért megérte. Tamás, köszönjük, Tamás. Nekünk is jól indult a napunk, de szerintem neked aztán még inkább. Gyerekek, nem fognak tudni megfogni targoncával, majd érted, repülni fogok. Várj, most a 30+-osok nem tudják, mi az a targonca. Figyelj, így szonetikusan lerajzolom. Jól van, Tamás. Köszönjük szépen, és szép napot neked. Szia, Tamás, szia, jó munkát. Aztán meg lesz. Nagyon szépen köszönöm a kedvességetek. További szép napot. Szia. Teljesen fölpörgött, nagyon jó. Na, hajdú szívvel folytatjuk majd innen. 8-kor viszont Ádám hozza a friss híreket. Ez a Sláger reggel, a Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel. Változatosan. És hajdú Steve-vel, mai vendégműsorvezetőnkkel. Jó reggelt jó kívánok! Jó reggelt! Szia, Steve! Hello! Hát bearanyoztad már a hallgatóink reggelét is. Van, aki egy másik buszsofőr, nem akivel beszéltünk, írta, hogy nem fogom tudni megtalálni, de minden esetre azt írta, hogy nagyon jól szórakozik, és hogy görcsösen ragaszkodik a kormányhoz, gondolom annyira rázkodik egyébként a nevetéstől. Úgyhogy Krisztiánnak köszönöm. Itt van, feszülök a röhögéstől, az utasaim meg hülyének néznek. Figyelj, itt nem tudom, mit csinálsz ezekkel a buszosokkal. Figyelj, milyen buszos családból származom, most gondold el. Abból is, mert édesapám buszsofőr volt, és egész nyáron, amikor szabadság volt az Oviba, apám dolgozott, de anyám is dolgozott. Ezért én apámmal elmentem a busszal dolgozni. Csak mivel nem unhattad. Nem azt untam, mert a buszozást, amikor haladtunk, azt nagyon szerettem, de ő egy falunál, a Hortobágynak a állami gazdaságának volt a buszsofőre, tehát annyit csinált, hogy 8 órakor bevitte az embereket a munkahelyükre, ez egy 4 kilométerre volt, vártunk egészen délután 4-ig, és visszavittük az 5 kilométert. Tehát én ott mindennel játszottam, komolyan mondom, a buszon, amíg vártunk a melósokra 8 órán keresztül. Mire gondolsz, mivel játszottál ott? Jogos a kérdés, van egy ilyen, biztos, látod már távolsági buszokon, van egy ilyen kis kalapács, hogy vész ablakot. Esetleg ki kell törni az ablakot. Na, igen. Én azzal játszottam, így picit, először finoman kocogtattam az üveget, utána egyre erősebben, és kitörtem a busznak az üvegét, az ablakát. Szörnyű volt. Apukád soha többet nem vitt magával, illetve kénytelen volt, hiszen... Igen, valami kamut kitalálni, hogy miért ne vigyem. De akkor tulajdonképpen te a magad szórakoztatására kezdtél el humorizálni, ha jól sejtem, szerintem nem? Szerintem már apám humoros volt. Én azt gondolom, hogy ilyen humoros család volt. Meg vagyunk, a szüleim, a testvérem, tehát mindenki nagy nevetések voltak, arra emlékszem. És akkor hogy érzed magad, amikor egy nagyon komoly szereped van, netán tragikus, vagy egyáltalán
bíznak rád ilyeneket? Mikor társulati tag voltam például a Víg Színházban, akkor pedagógiai szereposztás gyanánt ilyen drámákba beletettek, Godóra várba, meg nem tudom, aha, mit felsorolni. Ki is vettek? Nem vettek, itt nem ment annyit a darab, mint mondjuk a Gyaloggalop, vagy a Picasso kalandjai, ami egy vígjáték. Persze ezek populárisabbak, és az ember szíve, hogyha nagyon sok komédiát játszik, mindig azt mondja, hogy jaj, de jó lenne egy komoly drámába megmutatni magunkat. Egyébként van rá, hogy mondjam, ilyen hajlandóságom, csak az nem jut el az emberekhez. Már hogy keveset látják. Aha. Tehát, jó, de te egyébként ugyanúgy érzed magad abban a szerepben, igen, is, hiszen színészként igen, mindenféle igen szerepben meg kell állnod. Hát csak játszani kell. Igen, igen. Most is azt csinálod. Tulajdonképpen a színészet nagyon egyszerű, csak sírni meg nevetni kell tudni. Ó, persze, annyira például egyszerű. Például én, hogy ha sírnom kell, a nemi életemre gondolok. Ha nevetem, akkor is. Na hát akkor innen folytatjuk, 4:09 előtt járunk 3 perccel. Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 4:09 után 1 perccel. Hajdú Sztív a vendégünk, és dőlünk a nevetéstől reggel óta, és reméljük, hogy a hallgatóknak is jut ebből. Na náhogy jut, itt van például a te barátságodnak a története, amit Ádám mindjárt elmesél. Magyar Attilával, igen. Minap jelent meg, hogy figyelj Sztív, én ezt nyersbe lefordítom. Na. Titeket egy berúgás hozott össze, mert hogy az édesanyád tulajdonképpen az Attilát leitatta, és úgy te elvitted őt lovagolni, ami nyilván nem sikerült annyira jól. Tulajdonképpen igen, pontosan így történt. A lovaglás és az ital kombinációja nem szerencsés, főleg akkor nem, hogyha hőségriadsztás van. Tehát az Attila illedelmes fiú volt akkor is, és akkor édesanyám erőltetésére, ami ellen tiltakozunk, alkoholt pumpált belé. Tehát akkor Attilának ma se kéne innia, mert hőségriadsztás van. Megkérdezzük, hogy iszik-e Attila? Meg! Szia! Hello! Na ma iszol, vagy lovagolsz? Tehát azért egy kicsit ugorjunk vissza az időben, tehát legyünk őszinték. Tehát ugye Hortobágyon lakott a Steve, én Debrecenben voltam, ugye, és kimentünk Hortobágyra. Na most az édesanyja, mint kiderült, hát ugye elmondta, hogy hát nagyon kerülték a Steve-et a többi gyerekek, nem nagyon akartak vele barátkozni. És ezért kellett, Attila, ezért kellett egy barátot venni. Egy pillanat, Attila, ugye nálad nem szól a rádió. Nem, akkor nem tudom mitől ilyen, de mindegy, mondd tovább, igen? Kicsit nazális vagy. Igen, na most ébredt. Na most jó. Én nem olyan korán kellek, mint azok, akik rádióban mennek. De igen. Na, és arról van szó, ugye, hogy, és akkor az anyukája határozta, hogy egy az debreceni fiú nem sokat tud Hortobágyról, akkor biztos, hogy akkor barátja lehetne a Steve-nek, de mindent megtette azért, hogy akkor ez meg is történjen. Leítattak, kihasználtak. És a testedet aztán akarták. Igen, én is gondoltam, de aztán nem akartam adni, mert gondoltam, hogy 3 hét múlva meg eldobnak, meg minden. De aztán mentetek tovább. Tartós legyen. Mentünk tovább, úgy értem, tehát igen, igen. Tehát annyit hittünk, hogy akkor na most mit csináljunk, lovagoljunk, hát persze. De várjál, arra nem emlékszel, hogy volt egy olyan pillanat, hogy kitaláltuk Debrecenbe, hogy látogassuk meg a Sejjutkát, aki akkor szülte meg a gyerekét? Részegen? Én emlékszem az elmesélések alapján, és dereng is a dolog, de tényleg elmentünk. Én aludtam. Te végig aludtad az egész, sőt, végig hánytad az egész látogatást, nem? Azért ránéztem a gyerekre, és utána elmentem a WC-be, és a bálnákat hívogat. És ezt hogy csinálják, Steve? És a szegény Juci mit szólt ehhez? Azt mondta, nem tudod benneteket, mi? Ő készények elé volt állítva. Tehát nem szól. Hát jöttek a barátai megnézni a gyereket. Fulla részeket. Mi ebben a furcsa, nem? Ja, teljesen normális. Hát már itták a tejfakasztó italokat. Tényleg, akkor még nem volt divat ez a tejfakasztás, de behoztátok a divatba. Utólag így magyarázzuk. Én alkoholt fakasztottam. Azt fakasztottál magadból. Igen. És azóta meg szerettél lovagolni? Hát inni nem, tehát azóta sem, tehát folyamatosan nem igazán vagyok egy nagy lovas, tehát nem. Én azért nem lovagolok, mert nem nagyon szerettem meg, a Steve meg azért, mert ő meg bármikor megteheti, ő meg azért nem. Na jól van, Attila, köszönjük szépen, és köszönjük, hogy fölébreszthettünk. Jól, örülök. Szia, Steve, te már annyit emlegetted ezt a Hortobágyot, meg alföldi gyerek, meg nem tudom, hogy gondoltuk, hogy egy karikás ostorral be is bizonyíthatod a származásodat, és hogy mennyi időt tölthettél te a
a Karámban, a Csűrben és egyéb helyeken. Úgyhogy itt van már, mindjárt előkapjuk, és jön a bizonyítási eljárás. Most viszont 8:30 lesz 10 perc múlva. Ez a Sláger reggel. 8:30 előtt járunk, 7 perccel jó reggelt kívánunk, és Hajdú Steve a vendégünk, a Hortobágyi Csődör. Hát, betyár vagy. Igen. Betyár. Igen. Csődörbetyár. Egy csődörbe. Csődörös. Azt tudjátok, mi a csődörös? Na? Még ő, nem. Ő hajtotta végre, amikor a fedezés volt. Tudod, mi a fedezés? Há, igen. Igen, ideig akkor meg azt tudjátok. Aha. Két jó. Hülye pestinek, akkor... ahogy vagy rendben. Tudjátok, mi néztük egymásra, hallgatok, nem látták. Aha, tudjuk. Igen, persze. Igen. De a fedezés szóval még a tartalmával tisztában vagyunk. Igen, igen. Viszont... Jó, látom, tényleg, itt van, itt van. Na, hát akkor... Ja, itt van. Adok én neked egy... Hát egy, ez egy karikás ostor, ez nem? Ostor. Úristen, ott arról férjed megengedte, hogy elhoz? Hát figyelj, nem szóltam neki, majd hazacsempészem, jó? Gondolom, hogy mi a feladatom, hogy csörgetnem kellene vele, vagy csergetni. Ez a két szó van. Jó, akkor kijövök ide, hogy ne legyek, hogy biztonságban legyetek. Igen, szemünket. Jó, meg a technika, igen. És akkor már is csergetek, jó? Várjál, akkor én föltolom azt a mikrofont, és kíváncsi vagyok, lehúzzuk a zenét. Steve, igen, mehet! És csinálja apám. Nyakad! Jók vagyunk, aha, jók vagyunk, minden egybe marad, a tévé is ott maradt. Vigyázz, ott a gyakornokunk. És... nagyon na, jó. Fie, ment, nagyon jó, ment, igen. Szuper, tök elfá, jó volt. Elfáradsz, komolyan, ez egy kemény komoly, fizikai munka. Igen, csikósnak lenni az volt a legdurvább. És hányszor tudod ezt így megpörgetni? 10-20-szor? 30-szor is akár. Csak utána akkor egész napra kész kiment az erő belőled. Hát úgy van, ugye van az a hortobágyi mondás, hogy egy csikós egy nap alatt egy tehenet fej meg, akkor hány csikós, hány nap alatt hány tehenet fej meg. Ez mindig attól függ, hogy mennyit csörgetett. Egyébként csikós tehénnel soha nem találkozott. Kora reggeli matekóra azok kedvéért, akik hiányolják már az iskolai matekot, és mi pedig most bálba megyünk még hozzá az operába. Sláger reggel. 8:50, és folytatjuk hamarosan Hajdú Steve produkciójával, de egy koprodukcióval. Egy magyar dalt fog ő előadni, de most nem zenében, hanem prózában, vagyis egész pontosan versben. Előtte viszont Dudás Ádámtól a legfrissebb híreket hallhatjuk majd. Sláger reggel, Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 8:09, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Hajdú Steve a vendégünk, és ebben az órában már beszélgettünk a múltadból egy igen érdekes történetről, viszont az, hogy színész vagy, oké, hogy megcsillogtattad már az énektudásodat, de most akkor mutassuk meg, hogy prózai színésznek milyen vagy. Hát én prózai szakra vettek föl a főiskolára, egyébként ott is volt egy ilyen érdekes története, mert másodjára vettek föl, amikor először... Az jó! Az jó, volt egy idő laufom fölkészülni, csak az a baj, hogy én már... Az elsőnél? Az elsőnél az volt a problémám, hogy amikor jöttem felvételizni, már a harmadik rostán voltam, akkor Debrecenből jöttem Budapestre, és kértem a Hajdú Expressen, rólam elnevezett, egy ilyen nagyon száraz szendvicset, és mivel volt egy kettes koronám, tehát a bal egyes és a jobb egyesem korona volt már akkor is rajta, gyerekkoromban kirohadtak gyakorlatilag, tehát ott korona volt rajtam, beleharaptam ebbe a száraz szendvicsbe, és lehúztam a fogamról a két koronát, de mivel vidéki vagyok, nem nagyon tudtam, hogy hova kell menni, úgyhogy végig így beszéltem az egész harmadik felvételén, hogy a felső ajkammal tartottam azt a kis koronát. És nem mondtad nekik, hogy leesett a koronát? Nem mertem, mert olyan cikinek tartottam, hogy 19 évesen már koronám van egyrészt, a másik meg nem tudtam, mondom, majd hát, ha nem veszik észre. Hát tényleg nem veszik ezt észre, hogy az előző rostán még így beszélsz. Még normálisan beszél, utána meg ekkoráltan tartak. Azt hitték, hogy te ilyen balhés csávó vagy, hogy a két rosta között történt valami. Hogy kiütötték, hát nem. És akkor mondták, köszönjük szépen, legközelebb meg érdekes módon már tudtál megint ott már beszélni. Föl, igen, mert visszaragasztották, hogy akkor már tudtam fölvetni. Sőt, készültél, és akkor már szendvicset se ettél előtte. Nem, semmi diéta volt egész héten. Na szóval azt gondoltuk, hogy adj elő egy dalt prózában. Jó. Au Csilla, el kell, hogy engedj dalára esett a választásunk. A zenénket lehúzom, és egy minimális időt hagyok az átszellemülésre, jó? Aut Csilla, nekem százszor is. Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok.
Ha egy túlhajtott világ nem figyelne rád, egy jó ok arra, hogy megpróbáld, mit a pillanat kínál. Még itt vagyok veled, hát nem kell féltened, de ha messze járok, a világ úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak bajt okozhatok, mert én szabad vagyok! Bár te azt hiszed, csak egy egyszerű bolond, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj! Hozzá túl bolond vagyok. Jaj, jaj, most kell adnom a tapsot, ugye? Elsírom magam, kell, jaj. Mindjárt köszönöm. Adom a tapsot. Nem baj, így is lehet kézzel. Te figyelj, Steve, a Nemzetiben miért nem játszol? Ott kéne, ott megy ez a stílus. Hát, ment régen, ott ment régen. Nem, most már egy modernebb felfogás van. Na. Túl bolondok vagyunk. Túl, igen. De az Aucsilla hogy jön ti ezt dalba vajon, hogy el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj. Sláger reggel. 3:49 múlt egy perccel, Hajdú Steve pedig a vendégünk ezen a héten. Ma. Ma? De hogy még kik lesznek? Szegény Steve nem tudta, tudod, Steve. Nem tudom, jön nekem holnap is. Igen. Nem. Jó, ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a szék, a keverőszék, ez az, ami az időt teljesen elviszi az ember, igen, fejében. Hát Csabi csak a perceket, meg az órákat szokta elrontani. Én már a napokkal és a hetekkel nem vagyok tisztában ezek szerint. Beszippantott. Hú, szóval ott tartottunk, hogy nagyon sok zenés darabban, igen, szerepelsz, de hogy azért kevesebbet énekelsz. Igen, mert ugye a zenés darabokban is vannak prózába erős dolgok, tehát arra inkább egy prózista, de jófülű gyereket kérnek meg általában. Nekem ilyen szerencsém, hogy a Szirtes Tamás szokott a darabjaiba, rendezéseibe hívni, úgyhogy már nem idegenkedek a zenétől, de ami igazán közel áll hozzám, az a hip-hop. A hip-hop. Igen, most azon dolgozom egy hip-hop albumon, még az első lemez lenne ez. Azért úgy elgondolkoztam, hogy te most csak viccelsz. Nem, komolyan egy ilyen színházi hip-hopot akarok. De Eminemmel vagy kivel? Nem, hát nem tudom, nem, magam. Most úgy vagyok, hogy egyedül magányos hip-hopos leszek. Hogyha megengeditek, megmutatnám nektek az első dalt, ami még nincs teljesen kész, de hogyha Piros nekem segít és bejátsza majd, akkor bejátsza, addig jó lélekben, addig nagyon kész vagy. Készülök, tudom, igen, milyennek kell, színházi rapper leszek. Kezdhetem benne, mehet. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Vagy ez a vége volt? Ez a vége volt? Nekem mindegyik! Jó reggelt! Itt vagyunk a Sláger FM-be. Steve vagyok, a színházi rapper. Hallgassátok életem történetét. Ide figyelj, mert nem mondom, mert sokszor, ha meglátsz vizes hajjal, elájulsz a soktól. Steve vagyok a telepről, igen, onnan jöttem. A 10-en laktam, de nem éltek fölöttem. Csak az ég volt, ami világlott mindig felettem. Ha nyitva volt a hűtő, én mindent megettem. De a Magyar Attila nem játszott soha helyettem. Ezt most komolyan mondom. De mindegy, a lényeg a sanyarú gyermeke évek, de ma már a kólába tudod buborékot kérek. Ez nem volt mindig így, mert volt, hogy nem volt kóla. A haverokkal ilyenkor mi lementünk a tóra. Pecáztunk, horgáztunk, élveztük az életet. Fogadásból tücskötettem, bárki bármit kérhetett, bárki bármit kérhetett. Köszönöm szépen, majd folytatom a lemezemen. És a hallgatóknak itt mondjuk el, hogy ez élőben ment. Hát persze, igen. Hiszen még az én csak végét indítottam el. Nem baj. Úgyhogy erre készülök. Jó, ezt értem. Tudod, már. Az inspirál, most az egyik legnagyobb musical, ami a Broadway megy Amerikába, egy Hamilton nevű hip-hop musical, szerintem forradalmasítja újra a musical játszást. Az első olyan fekete hip-hop és soul dalokkal van tele, amire egyszerűen nem lehet jegyet kapni. Forradalmi. Jó. Na jól van, ez tetszik. Jó irány. Ez a Sláger reggel. 9 előtt járunk 3 perccel, és elérkezett az ideje, hogy ezt az ominózus basszus hélium játékunkat lejátsszuk. Ivett pedig a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, hello! Szia! Te mit csinálsz, már munkahelyen vagy? Igen, éppen festéket fogok keverni a kedves vendégemnek. Ó, fodrász vagy! Igen. Ja, azt hittem szobafestő. Én valamiért falfestő. Kedves vendégemnek. Hát az, hogy... De hogy bemegy valaki az áruházba, és akkor azt, igen, mondja, hogy ilyen sárgát szeretne, és azt én kikeverem. Oké, sárga.
Hajra, az is jó, mind a kettő. Ivet, ismered a játékunkat, Basszus Héliumot, ugye? Igen, ismerem. És miután Tom Jones koncertjére lehet belépőt nyerni a Veszprém Festre, ezért az előadóval nem lesz gondod, tehát majd csak egy dal címet várunk tőled. A nagy kérdés pedig az lesz, hogy melyiket választod, de várj, mert előbb indítom a játékot. Bosszus. Oké. Hélium. A játék, amely a mélybe taszít. Bosszus. Vagy a magasra emel. Hélium. Basszus vagy hélium. Válasszon hangot, és találja ki az eredeti dal. Nos, hát akkor melyiket választod? Nézzük meg a héliumot. Rendben, az ugye rövidebb, de talán könnyebben felismerhető, és telefonon jobban működik. Figyelem. Én nem tudnám. Hát ez nagyon-nagyon cuki volt. Tom Jonesnak a hangja ilyen előadásban, hát megér egy misét. Ez a Szexbomb volt. Nagyon jó! Igen, és hogyha megkutyulod a festéket egy kicsit, akkor elmondom, hogy mit nyertél. Na, megkutyulod ott nekünk? Mit szeretném? A festéket. Nem, arra gondolt Ádám, hogy mutasd meg hangban, hogy szól, amikor festéket keves, de szerintem annak azért olyan nincs hangja, nem? Tehát nem ugat közben, nem nyávok közben, csak nem hang. Úgy, mint a kis ízét tojás. Jó. De Steve csinálja Steve már. Csinálja. Már mindenféle úton módon összekeverte a festéket. Na, a lényeg, hogy lehet, hogy befestetett Tom Jones haját is, nem tudom. Páros belépő a Veszprém Fest rendezvényére, Tom Jones live koncertjére. Jaj, de tuti. Na jól van, akkor Köszönöm szépen. Visszaengedünk a vendégedhez, szép legyen a haja. Milyen szint keversz, vöröset? Nem, egy szép tőkét. Na jó, lehet, egyetlen engedélyt adok rá. Szia, szia. Hello. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 9 után 9 perccel, már szép napot kívánunk mindenkinek, odakint szerintem kezd szép meleg lenni. Ide bent a stúdióban Hajdú Steve és Dudás Ádám, mi pedig nagyon jól érezzük magunkat egész reggel. Steve, még marad egy olyan 20 percet, még tudsz maradni, igen, ha jól igen, tudom. Igen. Jó, úgyhogy akkor van nekem egy ilyen tévhit döntögető rovatom, most ezzel folytatjuk majd, de legalább akkor a te véleményedet is meghallgatjuk utána. Jó. Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó tévhitek és álinformációk ellen. Kamustra. A tévhit az volna, hogy a cukor nem egészségtelen, hiszen a gyümölcsökben is sok van. Az tény, hogy a gyümölcsöknek van cukortartalma, de a természetes és a hozzáadott cukor hatása között óriási a különbség. Ráadásul a gyümölcs emellett rostokban és tápanyagokban gazdag, és fogyasztásuk kevesebb kalóriabevitellel jár, mint a cukros ételek esetében. Cukorra mindazonáltal szükségünk van, a kulcs szó viszont itt is a mértékletesség. Ezzel viszont sokan úgy vannak, ahogy a mondás is tartja, bárminek ellen tudunk állni, csak a kísértésnek nem. Pusztuljanak a tévhitek! Fire! Na és akkor visszakanyarodunk már is a mai reggel egyik témájához, amikor én ugye elkezdtem mesélni nektek a gyerekes történetet, hogy nem szerettem volna, ha Zala rááll erre a cukorvonalra. Aha. Erre tessék, itt van, a saját magad döntötted meg, hogy milyen jó a cukor kismértékben, persze. Hát, jó, igen. Mindenkinek más valószínűleg a kismérték. Na nekem jó, az a gondom ezzel, hogy mindig egyik hónapban vagy egyik évben az van, hogy egészséges, utána egészségtelen, nem jó a disznózsír, csak azzal főzünk, szóval meg vagyok zavarodva teljesen, te mint fogyasztó. Te disznózsíron nőttél fel, hát nem? Hát igen, tehát mi a kávéba is azt teszünk. Mangalicát természetesen. Jaj, te, nem mást. Aha. De és egyébként például így ti otthon hogy főztök? Én tudom, hogy ugye vegyes házasságot tiétek, és angol a feleséget, tehát igen. Hogy azért az ott érdekes kombinációt szül az angol reggelivel, a kolbásszal, a babbal, és a disznózsírral. Nemzetközi kajákat használunk, tehát inkább az olaszos ízeket szeretjük. Meg... Ez lett egy magyar-angol házasságból? Az ez olasz lett, íz? Az olasz íz lett, meg a svéd konyhát szeretjük. Wow. Aha. Úgyhogy megyünk ki, itt van egy ilyen nagy áruház, úgyhogy most fogunk majd venni egy Domus, konyhát. Domus, igen.
és delerakjátok húsgolyóval, meg lazacsal a hűtőt. Nem, egyébként magyaros. A feleségem nagyon szereti a magyaros ételeket. Igen, igen. De és akkor ahhoz például disznózsírt használ, vagy kókuszolajat? Hát én főzök általában, én vagyok a főző a családban. Ez úgy volt, hogy amikor ő ide költözött Magyarországra, akkor elvettem feleségül, és akkor mondta, hogy jó, akkor ő most főz. Megkóstoltam, mondom, jó volt, utána de... másnap is főzött. Mondom, figyelj, mi lenne, ha én főznék? Ez volt 17 éve. És azóta nem ragaszkodik ez a feladathoz, nem? Mert ez jól bejött. Nagyon-nagyon jól főz. Nagyon jó. Egyszer mondta, azt hiszem 3 évvel ezelőtt, hogy szeretne elmenni egy olyan helyre, ahol még soha nem járt. Megmutattam neki a konyhát. Ja, Istenem. Szegény. De... Ti sem unatkoztok. Abszolút, igen, igen, igen. Meg ugye jó húsba is vagy egyébként, a tesztek rendesen. Igen, persze. Nagy kajafanok vagyunk, tehát rámentünk arra, hogy nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre is. Na, az úgy viszont jó. Te nem az a salátás típus vagy. Nem. Én a húst is hússal eszem. És nagyon jókat készítek el, jófajta kajákat. Úgyhogy hiszen egyébként a konyhafőrökben is, igen, ott is láthattuk, voltam. És akkor gondolkoztam rajta, hogy vajon azt, hogy te honnan tudod, hogy akkor az olajos üvegből úgy kell csak épp, hogy locsolnia nem tudom én mit. És hogy rengeteg ilyen gasztro műsort néz az ember, interneten is, meg televízióban, és valahogy a jó utolsó pillanatban, tehát most nem jutna eszembe, de akkor, amikor ilyen versenyfeszültség van, akkor abban a pillanatban eszedbe jut, és akkor na, még meglökintem olívaolajjal. Vagy azt a színész gombot benyomtad azt a részét. Vagy a kettő együtt. Igaz, van az Ádámnak. Igen. Na jó. Köszönjük, még maradsz egy picit, úgyhogy folytatjuk mindjárt. Daryl Hall és Joan Oates és a Man Eater szól. Sláger reggel. 4:10 után 2 perccel pedig lassan eljön a búcsú pillanat. Jaj, a Hajdúsztívvel. Szomorúak vagyunk. Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm, hogy megnéztetek. Jó volt. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Szerintem hívunk majd még. Jó, szívesen jövök. Persze, ha nem veszem föl, ne aggódjatok. Akkor alszom, vagy valahol leszek. Pont annyira volt őszinte. Én is jól éreztem magam, mint ahogy egy színész mondja, hogy jól éreztem magam. Nagyon jól éreztem. De nem, nagyon jó volt. Én úgy érzem őszinte a mosolyod. Mennyire lesz sűrű a nyarad? Lesz ugye ez a Shakespeare-es bemutató, amiről beszéltél? Igen, már bemutattuk emlékeztek a filmre, annak van egy színpadi változata, igen, a Szerelmes Shakespeare, azt már bemutattuk, és a Madách Színházban ebbe a hónapban június közepétől július közepéig van egy Shakespeare Fesztivál, és a Shakespeare Fesztivál keretén belül Magyar Attila barátommal csinálhatunk egy előadást, amit mi írtunk, hashtag Shakespeare Live az a címe, ez egy improvizációs Shakespeare kicsit kicsúfolása, a Shakespeare életéről fog szólni. Nem tudom, láttátok-e annak idején a Dutyi Dillit? Nem, de tudom, hogy miről van szó. Igen. De ez nem hasonlít arra. Egyáltalán nem olyan. Jó, csak akartam, hogy... De ha nem láttátok, az van jó. De most beléveritek a csúfot ebbe a szegény Shakespeare-be? Igen, hát hogyha létezett, te nem létezett, ki volt a felesége, az Anne Hathaway. Vagy ő maga volt. Az Anne Hathaway volt a felesége. Igen, Anne Hathaway-nek hívták a feleségét. Ikrek születtek tőle, az egyik ikernek az volt a neve, hogy Hamlet. Aha. Nem is Hamlet, úgyhogy nagyon érdekes, kigúnyoljuk, kicsúfoljuk, de nem bántóan, hanem nagyon-nagyon szerethetően. Lesz benne olyan rész is, hogy ki volt a kortársa Európába például Shakespeare-nek. Tudod ki? Balassi Bálint. Úgyhogy csinálunk egy olyan jelenetet, hogy Shakespeare találkozik Balassi Bálinttal, és ott szabad verselnek például. Nagyon izgalmas lesz. Hétfő 3-án van a bemutatónk, és játsszuk 10-én meg 11-én, és lenne egy ilyen ördögi ötletem, hogy valamilyen hallgatónak ajándékba odaadnám én azt a jegyet, azokat a jegyeket, ami a 11-ei lenne. Tehát jövő utáni kedden. Jó. Akkor a napüzenetés játékosunkhoz majd hozzácsapjuk a nyereményéhez. Fú, de jó lesz ma napüzenetével játszani. Hát figyelj, Forma 1, Tom Jones, meg Hajdú Magyar. Öregem. Hát azért ez jó lesz. Igen. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jó kis reggelünk volt, úgyhogy tényleg fogunk még majd máskor is zargatni, és akkor neked meg egyrészt nem tudom, mit szoktak mondani, sok sikert, Kéz és lábtörést. Vagy egy kalappal. Jó, oké, azt mind. Akkor ezt az összeset mind, és jó nyarat kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Ez a Sláger reggel. 9:30 múlt most már 8 perccel. Elröpült a reggel jó része, és megérkezett időközben búcsú. Szia, jó reggel. Sziasztok.
az egyik trubadur váltja a másikat, ugye Hajdú Steve után. Igen. Na. Mert hogy jött Bulcsú, hogy megzenésítse a napüzenetét. A napüzenetét. Az első órában beszélgettünk arról, hogy mivel etetjük tulajdonképpen a gyerekeket, milyen lódításokat dobunk be önök mi, hogy egy helyzetet könnyebben megoldjunk, és erre Judit írt nekünk. Méghozzá az övé a napüzenete, nekem egy csomó vadgesztenyét kellett simogatnom, hogy majd így megszelidül, és meg lehet sütni, ezt írta tehát Judit, aki itt van a vonal túlsó végén. Szia Judit! Sziasztok, szia Piros, szia Ádám! Ugye, van már gyereked? Hát már unokán is van. Ó, jó, de akkor te nem adtad tovább ezt a fél információt, vagy félrelévő információt. Nem, mert a végén rossz volt, mikor rádöbbentem, hogy hiába simogatom, az akkor is úgy marad, és nem lehet megenni. Tehát olyan pofára esős volt a vége. Azt hittem, hogy még mindig simogatod a gesztenyét. És nem utáltad meg a gesztenyét? Mert hogy ebből kifolyólag akkor lehet, hogy így rávetítetted, nem. Szóval szereted ugyanúgy. Nem. Aha. De a szelidet teszitek, nyugtassátok meg. Igen, csak azt. Na jó van. Bulcsú, felkészültél? Igen. Rendben, akkor indítom a szignált. A Sláger reggelben előadja Lóci, helyett Bulcsú. Van nekem vadgesztenyét kellett simogatnom, nekem vadgesztenyét kellett simogatnom, hogy majd megszelidül, s attól lesz finom. Légy hozzá, gyengét, bébé. Ez mind a kettőtöknek jár, ez a taps, és mondom a nyereményeket, mert Dögivel van, ha lehet ezt így mondani. Két darab belépő Nyári Károly koncert az Operában című előadása július 7-ére, aztán van egy ajándékkupon a Fresh Naf áruházak jóvoltából, és hogyha Nyári Károly nem volt elég, akkor pár nappal később 11-én ugye meg mehetsz Steve előadására a Madácsba. Két jegy oda is. De jó Isten, nagyon szépen. Bezonyám, elláttunk programmal, meg úgy egyébként is. Nagyon aranyosak vagytok, igen, nagyon szépen, köszönöm. Szia Judit! Köszönjük, Judit! Szia! Látom, Bulcsú, könnyen birkóztál ezzel a mai témánkkal is. Hát, igen. Anti segített, és a buszon már megvoltak. Jó. Na, jó, a busz akkor őt is ösztökéli, nem csak a Steve-et, meg a hallgatóinkat. Igen, a busz úgy tűnik egy ilyen központi téma a reggelben, holnap is jössz, ugye, gitárral mindennel. Igen. Rendben, akkor várunk majd. Köszi, szia. Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. És 9:30 után vagyunk, 19 perccel, na jó, szóval 10 előtt. Jó, ez így. 10 előtt 11 perccel járunk. Közlekedési infók következnek, de felülről szigorúan. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A Slágerkopter felszáll. Jönnek a legfrissebb infók az utakról. Felülnézetből. Mondok egy másikat. 3:40 után 4 perccel. Az látszik, hogy Budapest útjain azért már érződik, hogy Szabi van. Viszont egy szendvicsbe került a főváros. Északról az M3-asnál van dugó, főleg a nullás után. Délről pedig szintén nehéz megközelíteni, mert ott a Budaörsi úti 50 méteres sáblezárás okoz fennakadást. Hamarosan újra felszáll a Slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. Figyelj, Piros, 11 óra lesz 70 perc múlva. Köszi! Jó, hát adom a szót inkább Tina Turnernek, mit szólsz? Oké. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 15-4 perccel járunk, és igen, sikerült eltalálnom, mennyi az idő. Somogyi Zoli pedig annyira jó hangulatában van, hogy az előbb, amikor gyanútlanul álltam itt a keverőpult mellett, ő átmászott alatta, úgyhogy én nem vettem észre, hogy bejött, és úgy rám ijesztett. Hogy a végén nem tudtam, hogy te ijedtél meg jobban, vagy én, mert akkor átüvöltött a Piros, hogy a szívem majdnem megállt, komolyan. De milyen jó, hogy nem rugott beléd? Képzeld el, fog nélkül, most úgy beszélek, mint a Steve, amikor ugye neki is a koronája leesett. A koronája, igen, csak ő neki egy szendvicstől, és ráadásul egy elég masszív szandál van rajtam, úgyhogy azt megnézhetted volna, hogyha én még véletlenül beléd is rugok. Ezt a platformos valami, ugye? Ugye? Figyelni a szavakat, tudok azért? Kikupálta magát teljesen. Nem csak férfi divatban vagy ott, hanem a női is. Muszáj követni ezeket meg különben. Halkítsak a fülesedet? Egy kicsit, mert megsüketülök.
Jaj, tehát szegény, az előbb a fogamat vesztettem el majdnem miattad most a fülemet, vagy a hallásomat. Jó, mit megvan, jó. Az előbb, így már jó. Ennyire süket? Nem, Jézusom, hanem éppen akkor énekelt, értem, hogy miért és úgy énekelt. Hallott is mindent. De, ne válj. De izé, vagy nagyon jól nem, énekelt igen, a most szív. Mert nincs igen. Itt, nem tudja megvédeni. Jó kis reggelünk volt, nem? Mi jól éreztük magunkat, igen. Remélem, hogy kifele is átment belőle. Somogyi Zoli bólogat. Na jó, én azért ezt megpróbálom elhinni neked. Figyelj, az laucsillás szöveg, így szavalva, kiderült, hogy ezt így prózát is tud, mi? Ugye? Igen, 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 igen. Te is prózában nyomod majd a délelőtt folyamán, illetve mit a délelőtt, inkább már a délután jó része is a tied, úgyhogy délután négyig Somogyi Zolival tölthetik az időt. Ezt még egyszer piros részéges. Nem töltik. További kellemes rádiózást kívánunk! És egy nagy csavar holnapra, Hajdusti után nem egy színész érkezik, hanem Azurák Csaba lesz velünk 6-tól 10-ig. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel. 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.